Azt hiszem, aki egyszer megtapasztalja egy kutya szeretetét, egyre fontosabbá válik számára a természet. Elkezd jobban figyelni rá, és kevésbé pusztítani, és talán jobban is óvni. Így én is próbálok figyelni rá, hogy a természettel a lehető legjobban együtt tudjunk működni, és ez karácsonykor sincs másképp. Így nagy nehezen az Ősvezértéren egy kedves nénitől sikerült vennem egy cserepes fát, ami nagyon boldoggá tett. Így elhatároztam, hogy saját készítésű díszekkel és újrahasznosításon alapuló technikával díszítem fel a fát. Így, ha már a jótékonysági eseményről maradt pár filc, egy rég nem használatos vázát kifestettem, hogy Benji inspirálta. A technika egyszerű, csak filccel felrajzoltam, majd kitöltöttem a vonalakat. Jöhetnek a díszek. Úgy döntöttem, hogy felhasználom a maradék vonalakat, szóval mindenképp pompomot akartam készíteni. Ehhez megtaláltam a régi műanyag készítőimet is, amik nagyon praktikusak. De hogyan is kell használni? Először megmutatom nektek egy egyszerűbb darabom, de utána jöhet a Benji pompon természetesen. A készítő nagyon egyszerű, az illesztés szinte evidens, amiben a kiálló részecskék segítenek. Inkább az a nehéz, hogy könnyen szétesik, de ezt orvosoljuk, akkor egyszerűen csak el kell kezdeni a fonalat felcsavarni. A kezdőszálat én nem csomóztam meg, egyszerűen aládolgoztam a többi szálnak. Fontos, hogy addig kell tekergetni a fonalat, amíg az ív el nem tűnik. Ettől lesz a pompon igazán sűrű. Ezután a végét egy olló segítségével alulra eldolgoztam. Ezután jöhet a másik oldal, pontosan ugyanígy. Ha készen vagytok, akkor egyszerűen a két oldalt összekapcsoljátok a biztonsági zárral, és jöhet a vágás. Ezután pedig a kötözés. Minél szorosabban és minél több csomóval. Elengedhetetlen a trimmelés, ezzel lesz igazán gömb alakú a pompom. A kutyapompom is nagyon hasonló, itt az elején feketéből egy nagyon kevés fonal kell az orrának. Majd jöhet a fehér, ezt rá kell tekerni a feketére és egy kicsit tovább, aztán jöhet a fekete az egészre. A másik oldalra pedig simán csak a fekete kerül. Már csak szét kell vágni, és ott is van a kutyaorr. Ragasztópisztollyal fekete szemeket ragasztottam, ilyet a röltekben lehet venni. Majd pedig a fülek, ezek filcből készültek. A kutyus fejénél is fontos a trimmelés, itt az orrformát például ezzel lehet kialakítani. Ahogy a csinos kis asszisztensemen is látszik, eléggé elfáradtunk, mire a kis karácsonyfánkra elég pompomot készítettünk, de a végeredményt látva azt hiszem megérte. Nézzétek meg a Benji csoda karácsonyfánkat, aki innentől a családunk vendégszeretetét élvezi, és reméljük innentől minden karácsonykor őt öltöztetjük fel, és ezzel hozzájárulva a természetvédelméhez.